200 millió forintért odaadtunk egy óriási lehetőséget, a Magyar Nemzeti Légitársaságot egy bizonytalan tulajdonosi hátterű orosz érdekeltségű cégnek. 5 milliárd forintos tőke emelést vállaltak a szerződésben, és 9 milliárd forintos tőkejuttatást. És megtették? Nem tették. Vállalták. Vonják felelősségre, hogy megtették. Nem tették. Vonják felelősségre azt, aki nem tette. Meg az a probléma, mi ezt tudtuk előre. Megkötött... Azért hoztam ezt a rengeteg nyilatkozatot, mert tudtuk, hogy ezeknek az embereknek... Képviselő úr, ha én most, ha ön kér tőlem kölcsön, és adok önnek kölcsön pénzt, akkor mondjam azt, hogy nem adok, mert szerintem nem fogja vissza. Én azt pontosan tudtam akkor, hogy egy 15. kerület panellakásban, és meg nem sértve senki, panellakásban élő, egyébként büntetett előéletű személy, tulajdonos által tulajdonolt társaságnak adta oda a magyar állam az AP-t. Nem fogom most nevén nevezni, hiszen személyes jogait nem fogom sérteni az illetőnek. Tehát itt volt két magánszemély, magyar magánszemély, és az egyik egy büntetett előéletű? Így van, egy elítélt ember. Ezek az emberek tulajdonoltak egy céget az oroszok képviseletében, és nekik adták el akkor az AP-t igazgatósága. Ezt mindenki tudta akkor ebben az országban, hogy mi igen, tehát a privatizáció mellett érveltünk, de szakmai befektetőt kell, hogy keresünk. Az egy más kérdés, hogy 2008-at követően milyen helyzetbe került az akkori kormány, és milyen helyzetben van a világgazdasági válság tekintetében a jelenlegi kormány. Tehát a mai nap híre, hogy az American Airlines is ugye kénytelen leépíteni, ami velünk egy csoportba tartozik, a OneWorld csoportba tartozik. Tehát a világon ma nagyon nehéz olyan szakmai befektetőt találni, aki egy ilyen társaságot átvett volna. 2007-ben könnyű lett volna? Könnyebb lett volna, de most akkor menjünk vissza 2007-ben. De ön pontosan tudja, hiszen nagyon sokat foglalkozott a malévélet. Tehát az Alitalia privatizáció sem jött be. Akkor is. Mi több alkalommal előterjesztettük a parlamentben, és a nemzeti petícióval egyébként több mint 1 millió ember megerősítette azt, hogy mely társaságok tartozzanak a magyar állami vagyoni körbe. Az állami vagyonkezelésnek és az állami vagyon finanszírozásának a kérdéseit egy önálló törvénybe szerettük volna szabályoztatni, be is nyújtottuk 2006-2007 táján, nem fogadta el. És ebben benne lett volna a malév? És a malév tekintetében pedig azt láttuk, hogy ez az árbevétel biztonságot jelent, mert hiszen az emberek utaztak, egyébként a járulékos haszna ennek a 110 milliárdos, 120 milliárdos árbevételnek sokkal nagyobb, mint sem azt gondolnánk, hiszen alvállalkozók vannak, a foglalkoztatási kérdéseket megoldja, iparűzési adót fizet, áfát fizet akkor a társaság. Akkor most miért hagyták csődbe menni? Nem tudjuk visszafizetni azt a 100 milliárd forintot, amelyet az Európai Bizottság visszafizet, és nem visszakér. Mi nyújtottuk be azt a számlát, mert azt ön is pontosan tudja, hogy amikor egy repülőgép elrepül egy desztinációra, tehát egy célállomásra, akkor ki kell fizetni a leszállási díjat, így van. Ezt általában utólag finanszírozták meg. És megérkezett a Malévhez egy olyan számla, amit már nem tudott kifizetni a társaság, tehát előre kérték már a desztinációkat. De éppen ezért ezt már nem tudja finanszírozni. Hogy a Malévot, ezt az aranytojást, ezt a kormánytól kérdezze meg, mert nem az én dolgom. De csak érdekli önt is, hogy kormánypárti képviselőt, hogy mit sikerült intézni. Azt gondolom, hogy most ezeken a nem lenne szabad és nem szabad elengedni azt a szakemberállományt, azt a humán erőforrást, amely még mindig megvan, és a lehető leggyorsabban, én azt gondolom, a kormánynak ki kellene dolgozni erre egy olyan tervet, amelyben megjelenne egy nemzeti légitársaság, még hogyha csak egy szűkebb keretek között milyen is. Milyen pénzben? Nézd, ezt meg lehet csinálni, egy állami szervezetrendszerben ennyi forrás mindig rendelkezésre áll, hogy egy ilyen céget létrehozzon. És eddig miért nem állt rendelkezésre? Hát nézze, én azt gondolom, most miről beszélünk, a tartozásról beszélünk, vagy a jövőről? A tartozásra nincs fedezet a költségvetésben. Jelenről és a jövőről. Egy ilyen hozzávetőlegesen, egy ilyen társaságnak a felállítása 5-10 milliárd forintot jelent, amit az állam meg tudna finanszírozni most is. De hát ha megfinanszírozunk, ráadásul van egy olyan cég, társaságot alapíthat.
az állam, tehát annak nincs akadály, hogy társaságot alapítson. Történt ez máshol is a világban, Belgiumban, Svájcban, Spanyolországban is történt már ilyen, hogy csődbe ment a légitársaság, és az ottani kormányok de alapítottak ilyen társaságot. Miért nem alapította meg az állam már ezt a kormánytól és a minisztertől kell megkérdezni, nem vagyok kormánytag, én elmondom a véleményemet. Az én véleményem az, hogy létre kellene hozni egy ilyen társaságot, mert megéri az, üzletileg. Hogy ezt korábban is létre kellett volna hozni ezt a társaságot, ha egyszer megéri. Én azt gondolom, hogy reorganizálni kellett volna a társaságot egyébként már 2009-től, tehát amikor a magyar állam ismét megjelent, tehát még a kormányváltás megelőzően megjelent a Malévnél, rendbe kellett volna tenni, a felesleges költségeket megszüntetni, vissza kellett volna szedni azokat a elhibázott tranzakcióknak megfelelő ügyletekből a forrásokat, amik ugye kimentek az országból, gondolok itt az alkatrészeket kivitték Moszkvába Abramovicsék, mert ők csak a pénzt akarták innen kivinni. Tehát azt gondolom, hogy felül kellett volna vizsgálni, tehát Oszkó Péteréknél volt először a labda, náluk volt először a labda, hogy reorganizálják ezt a társaságot. Amikor... Hogyha reorganizálták volna például az elmúlt két évben, akkor például Brüsszel sem mintetett volna meg minket, hiszen a visszaállamosításról tudtak. Erre. A visszaállamosítás így van, de igazából az is egy 25 milliárdot emésztett fel, és nem a társaságba érkezett. Ez egy nagyon fontos megjegyzés, tehát nem a társaság érkezett a 25 milliárd, hanem az orosz tulajdonos bankhoz, tehát a Nyesekonov bankhoz érkezett a pénz. Tehát ha a társaságba érkezett volna reorganizáció címén, vagy egy új társaság létrehozásával, akkor talán lehetett volna mit kezdeni. Sokat foglalkozott a Malévval, el is hozta ezzel kapcsolatos nyilatkozatait. Hát sajnálom, az a céget tudja, tehát ez egy nagyon fontos. Sokan vagyunk ezzel így. Az elmúlt két évben ön szerint ez a kormány, és most nem kormánytagként, de kormánypárti politikusként kérdezem, a kormány elhalasztott lehetőségeket, elrontott valamit, nem volt gondos gazdája, nem intézte úgy az ügyeit, hogy ez, vagy inkább úgy kérdezem, intézhette volna úgy, hogy ez elkerülhető legyen a Malév vége? Hát abban a pénzügyi determináció vagy helyzetben, amiben került, abban nem sem látnék, vagy látok olyan kimenekülés utat, hogy megmenthető lett volna, hiszen ugye a számlákat már csak ezek a repülőterek hát benyújtották. Két évről beszélünk. De itt lebegett, tehát ez az eljárás ismert volt a másfél év alatt, hogy minket ezért meg fognak majd büntetni, ami az előző ciklusban történt. Ha reorganizáltuk volna, akkor nem büntettek volna. Akkor elképzelhető, hogy nem büntettek volna meg, tehát nem az én dolgom ezt eldönteni. Ezt a minisztériumtól kérdezze meg. Én azt gondolom, hogy ez a cég egy nagyon nagy érték, egy nagyon nagy veszteség, és még mindig van arra mód és lehetőség, hogy egy önálló új nemzeti légitársaság ezeken a romokon, ahogy mi nem tekintem annyira romnak, mert hiszen nagyon komoly lehetőségek vannak, például akár a Grand Landing tekintetében, vagy tehát a szerviz és a műszaki állomány még mindig létezik és működik, csak ugye föl kell tölteni, tehát munkát kell a számukra biztosítani, mert ez egy piac, és hogyha mi nem veszünk ezen a piacon részt, akkor más fog részt venni. Ön ezt fogja képviselni a kormány politikusok közé, körében? Én ezt képviselem, tehát azért is vállaltam el az ön tiszteleteljes meghívását, hogy ezt elmondjam, hogy én azt gondolom, hogy erre én lehetőséget látok, nagyon fontos lenne megmenteni, mert egy nagyon értékes szakemberállomány dolgozik ott, és dolgozott ott, és nagyon fontos, hogy dolgozik. Így van, és én azt gondolom, hogy nem csupán az ő foglalkoztatásuk kérdés, hanem ez nagyon sokat jelent Magyarország számára árbevétel szempontjából is. Járulékos bevételekre gondoljon itt akár az átutazóknak, a vendégészakáira, a fogyasztásra. Én gondolok erre, csak azt nem értem, hát hogy mondjuk gondolom. Az illetékes minisztérium erre hogy nem őket gondoltak. Kell megkérdezni erről. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés lenne. Én nagyon részén. Szeretném megkérdezni. Ön már például látta Németh Lászlónét? Nem találkoztam még a hölgyel, miniszterasszonnyal. Hívja meg. Azon vagyok, minden nap hívjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.